Ezen a weblapon hirdetett szájmaszkokat eladásra az a pár, akik letartóztatását kezdeményezte a pécsi járásügyészség a napokban. Az elkövetők valójában nem rendelkeztek szájmaszkokkal. Ráadásul feltörték egy pécsi személy e-mail fiókját, ezen keresztül akarták lebonyolítani a csalást. Céljuk az volt, hogy a koronavírusos helyzetet kihasználva jogosulatlanul szerezzenek bizonyos összegeket. Ezt követően az ország különböző részéből jelentkeztek a hirdetésre. A nyomozás jelenlegi állása szerint 6 sértett jelentkezett, és fizettek ki összesen 850 ezer forint összeget az elkövetőknek a bankszámlájára. A két elkövetőnek a cselekménye a csalás minősített esetének, valamint az információs rendszer megsértése büntetének a megállapítására alkalmas. Az e-mail fiók tulajdonosa jelentette, hogy idegenek megszerezték a felhasználói adatait és üzleti ügyeiket ezen keresztül intézik. Valamint a megrendelők is jelentkeztek a rendőrségen, akik nem kapták meg a szájmaszkokat. Az ügyészség kérésére rendelte el a bíróság az előzetes letartóztatást, ugyanis tartani lehet attól, hogy az eredetileg budapesti 34 és 35 éves csalópár újabb bűncselekményt követel, illetve a bizonyítást megnehezítenék vagy meghiúsítanák. A nyomozás jelenlegi állása szerint akár 3 év szabadságvesztést is kaphatnak tettükért.